Köszöntöm Önöket! A mai adásban elviszik Önöket egy rendhagyó víztörténeti tárlatra. Beszámolunk a Zenélő Budapest idei koncertjeiről. Mindezek előtt azonban Borza Teréz életmű kiállítására látogatunk el. A műcsarnokban megnyílt a Fény Metamorfózisa című tárlat, a művész különleges magánuniverzumába enged bepillantást. Az emberi lélek változásai és a természet jelenségei elevenednek meg Borza Teréz egyedi alkotásain. A porcelánból vagy merített papírból készült munkák a fénynek köszönhetően nyerik el valódi formájukat és válnak teljessé. Nem véletlen, hogy a műcsarnokban megnyílt életmű kiállítás is a Fény Metamorfózisa címet kapta. A fény az én alkotótársam, hogy így mondjam, mert mindig a fényre építettem a munkáimat, és ez egy régi dolog, én ezt már annyiszor elmeséltem, és azért is áttetszőek a porcelánok, de a fény itt metamorfózisként szerepel, mert a porcelánt meg az anyagot segít átalakulni végül is, és ezért mondom, hogy az én alkotótársam. A kiállítás a Ferenczy Noémi díjas porcelán és szobrászművész három nagy alkotói periódusát mutatja be. Az 1982-es évekkel kezdődik, ezekkel a nagyon finom áttetsző porcelánokkal, bár azt még 2002-ig is csináltam, de közben adódott egy olyan lehetőség, hogy meg egy olyan ötlet, hogy hiszen a merített papírból is ugyanazt meg tudom csinálni, mint a porcelánból, persze sokkal izgalmasabban, mert ott bele tudok meríteni olyan természetes anyagot, jelen esetben pálmahancsót, vagy bármi olyan szép, áttetsző, vagy ilyen rétegzett anyagot, ami külön még megnöveli a hatását. Ennek a korszaknak a legkiemelkedőbb alkotásai közé tartoznak ezek a merített papírból készült munkák, amelyek az élet kezdetét szimbolizálják. Borza Teréz nevéhez számos köztéri szobor kapcsolódik, amelyek azért jelentenek kihívást a művész számára, mert a porcelán finomságát kellett megjeleníteni a kőben. Első ilyen jellegű szobra a gesztenyés kertben látható. Régóta folytat kísérleteket azzal a talán lehetetlen tervvel, amellyel a porcelán légiessége, törékeny finomsága átemelhető lesz a tradicionális szobrászat anyagaiba. A kararai márvánnyal ez az experimentális vállalkozásra is megvalósult. A művész feladatának tekinti, hogy ráirányítsa a figyelmet a természet szépségére és megóvásának fontosságára. Szerinte a természet maga a szakralitás. Talán a művésznek az a lényege, meg a magának a művészetnek, hogy amit mi kitalálunk, meg a lelkünkben megfogan, azt átadjuk a nézőnek. Tehát az én kiállításaimmal mindig az a célom, hogy valami különlegeset adjak a nézőnek. Tehát ne egy szokványosat, ne az, hogy na csak fölakasztjuk a falra a dolgokat, aztán képeknél nem lehet másként, az is ugyanúgy van. De ezekben a tárgyakban azért nagyon nehéz, hogy megmutassam azt, ami úgy belőlem fakad. És amit a Jóisten sugallata végül is, a régi munkám is az egyik, a Szent Lejlelk itt van, mert az mindig velem van. Tehát valonnan föntről kapom a sugallatokat, föntről kapom az ötleteket, amit szerintem meg kell csinálni, ha megkapom. Ez a feladatunk. Seyfert Judit művészettörténés szerint Borza Teréz művészetére a folytonos megújulás jellemző. Borza Teréz porcelánművei érzékeny, lírai objektek, amelyek a művész kezének érintését, mozdulatait egy lehelet finom csipkerebbenésével őrzik. Anyaguk a porcelán legfőbb tulajdonságai öltenek bennük testet, a tisztaság fehérség, a keménység szilárdság, az átlátszóság vagy a törékenység. Egyrészt magukba zárják, félig áteresztik, másrészt irizáló hószínű felületeikkel egyszerre sugározzák is a fényt. A kerámia művészetben használatos anyagok közül a porcelánból készíthetők a legfinomabb formák, egyedül ez válik kristályosan áttetszővé a magas hőfokú kiégetés után. A köztudatban elsősorban a törékenységgel azonosítjuk, pedig legfőbb tulajdonságai között van az áttetszőség és a fehérség mellett a keménység is. Ez a három dolog emeli ki a többi kerámiaipari termék közül.
Az alkotó a porcelán alaptulajdonságaival hangsúlyozza és juttatja kifejezésre a számára fontos plasztikailag megjeleníteni kívánt tartalmakat. Választott témája a porcelán valamely, vagy éppen mindegyik előbb említett tulajdonságát szintén magukban hordozzák. Legyen az természeti jelenség, mint a már említett, a tárlat címében is szereplő fény megragadása, vagy olyan organikus formákban rejlő szimbólumok, mint a tojás vagy kagylóhéj, illetve a virágkehely. Most kiállított alkotásai is arra késztetnek, hogy rácsodálkozzunk az első természetre, és arra figyelmeztetnek, hogy az emberi alkotás, mint második természet, sohasem szakadhat el az elsőtől. Borza Teréz életmű kiállítása július végéig látható a Műcsarnokban. Városkút, Lóitató és Királykút. Ezek a máig fennmaradt elnevezések is arra utalnak, hogy a 12. kerület területén rengeteg forrás fakadt, ami nem csak a környék számára biztosított vízellátást. A helytörténeti gyűjtemény rendhagyó kiállításon mutatja be a hegyvidék vízzel kapcsolatos természeti kincseit, a források, patakok és tavak történetét. Így néz ki az Eötvös utcai víztorony makettje. A nyolcszögletű építmény, amit sokan neveznek Schwab-hegyi víztoronynak is, több mint 100 éve működik üzemszünet nélkül. A hegyvidék vízellátásában persze nem csak ez játszik fontos szerepet, de az évszázadok óta ismert források is. A 12. kerület természeti kincseit is megismerhetik a látogatók a hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény új kiállításán. Buda egyetlen olyan kerülete, a 12. kerület, amely nem kapcsolódik a Dunához, és innen jött az ötlet, hogy mivel nagyon fontos és híres forrásaink és mind a mai napig álló forráskútjaink vannak, ezért jó lenne ezzel a témával foglalkozni. Továbbá maga az épületünk abszolút egy ilyen akváriumra hajaz, ugye így a víz téma abszolút adott volt, és miután elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor láttuk meg igazán, hogy ez milyen nagy téma, és így került erre sor, hogy megrendeztük ezt a kiállítást. Itt látható egy hatalmas kerületi vízrajz, ahol különböző érdekesebb kis ikonokkal próbáltuk bemutatni a régi és a most meglévő forrásokat. Halványkékkel vannak azok a kisebb elemek, amik vizek, tehát mint forrás, kútház, vízfolyás, és sötétkékkel pedig azokat az épületeket jeleztük, akár például a Schwab-hegyi víztoronyt, vagy a Schwab-hegyi vízházat, a városkutat, vagy más ilyen épületeket, amik a vízhez kapcsolódnak, de szorosan véve nem feljön ott a víz, vagy bármi ilyesmi, hanem mégis a vízhez kapcsolódó dolgok. Itt látható például a lóitató, ami mind a mai napig megvan, de most már leginkább csak hangulatában láthatjuk. Igyekeztünk ezeket a kis ikonokat kicsit barátságosabbá tenni, hogy a gyerekeknek is kicsit könnyebben befogadható legyen a téma. Egykor a hegyvidéki források biztosították a budavári palota vízellátását is, ennek nyomai pedig máig megőrződtek. Több érdekesség is található itt a kiállításon. Talán az első itt azonnal a bejáratnál két ilyen régi, újkori vízvezetékcső, ami a Schwab-hegyi forrásokat egészen a budai várba vitte föl. Ezek 16-17. Századi vízvezetékcsövek, amiket a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumból kaptunk kölcsön, de akár ugyanúgy érdekes lehet, ez egy még régebbi budai várból való 15. századi vízesedénynek a töredéke. Ez a hegyvidéki helytörténeti gyűjteménynek egy ilyen kis régi emléke. Több száz éve ilyen szekerekkel jutott el a Dunavize a hegyvidékre. A Schwab-hegyre úgy jutott el a víz, hogy kis csacsikkal a dunavízárosok a Dunából kimerték a vizet, azt elhozták, valószínűleg nem teljesen, hanem mondjuk lerakták valahol a hegyvidék szélén, és van is egy ilyen a régi szürke csacsi nevezetű fogadót, azt valószínűleg azért nevezték szürke csacsinak, mert ott átvették a Schwab-hegyi vízárusok, megvették valószínűleg kicsit olcsóbban, és hozták tovább, és itt eladták a Schwab-hegyen. Természetesen a forrásokból és vittek vizet, az egy jóval magasabb kategória volt. A Duna vízből leginkább tisztálkodásra vagy tárgyak mosogatására volt alkalmas a víz.
Egy másik érdekessége a kiállításnak ez a Ötvös utcai víztorony makettje, ami a Fővárosi Vízművek ZRT-től kapcsoluk kölcsönbe, és érdekessége magának ennek az egész kölcsönzésnek, hogy ezt már 2 éve kölcsönkértük, azonban azóta eltelt 2 év, és nem igazán tudták, hogy kivel is intéztük ezt, de végül szerencsére sikerült ezt a gyűjteménynek megszereznie és ide elhozni. Ez egyébként Zielinszky Szilárd 1912-ben tervezte, és 1913-ban állították föl a Schwab-hegyen, és azért is volt fontos, mert hát idáig csak igazából források voltak, aminek nem volt túl nagy hozama, viszont azt nagyon régen írták már, hogy a Schwab-hegyi forrásoknak messze földön az egyik legjobb íze volt, és nagyon friss és egészséges volt. Azonban miután egyre jobban települt be a hegyvidék, nem tudta már ezt a nagy igényt kiszolgálni, úgyhogy 1913-ban miután megépült ez a víztorony, onnantól kezdve a víznyomás és a víz eljutása a különböző házakban már biztosított volt, úgyhogy innentől kezdve még jobban megugrott a hegyvidéknek a benépesülése. A kiállítás nem csak érdekességeket mutat be a szóda és a jégszállítás budai történetéről vagy a fürdőkről, de a jelenkor vízzel kapcsolatos problémáira, a természetes vizek megóvásának fontosságára is felhívja a figyelmet, hiszen a víz életet ad. Nagyon megszoktuk a vizet. Ez egy érdekes, ez nekem is furcsa volt a kiállítás alatt, hogy régen mennyire nem volt természetes a víz. Tehát Jókai Mór többször is panaszkodik az újságokban, hogy volt, ahol ásványvízzel kellett fürödni, meg ásványvízzel főztek a fácán vendéglőben, annyira nem volt víz. Most pedig annyira természetes, hogy mindenhol folyik a víz, hogy vele se gondolunk abba, hogy ez milyen komoly és nagy probléma volt. Úgyhogy ezen a kiállításon abszolút megfigyelhető az, hogy változott az embereknek a vízhez való viszonyuk, és nagyon változott. Hivatalosan július 1-én startol az idei Zenélő Budapest programsorozat. A főváros 15 helyszínén különleges minikoncerteken mutatják be a zenei irodalom legjobbjait, sőt más programok is lesznek majd. Vendégünk Götz Nándor, a Zenélő Budapest művészeti vezetője. Ugye a fesztivál már 8 éves múltra tekint vissza, gondolom azért nehéz minden évben újat mutatni, de önöknek van erre ötletük, például különleges hangszereket készítenek, mit érdemes ezekről tudni? Tehát, hogy azon kívül, hogy koncerteket adunk, ahol a nézők passzív résztvevői ezeknek az eseményeknek, arra gondoltuk, hogy mindenképpen jó lenne bevonni a közönséget és a közös zenélésbe, még akkor is, hogyha valaki soha nem tanult hangszeren játszani. És ebből a célból egy pár évvel ezelőtt elkezdtem tervezni olyan eszközöket, félig játékokat, félig hangszereket, amiket nagyon-nagyon egyszerű megszólaltatni, és úgy vannak hangolva, hogy a mi programunkhoz nagyon könnyen lehet becsatlakozni kis muzsikusként, vagy nem csak a gyerekeknek, hanem akár felnőtteknek is. Nagyon sikeres ez a fajta programunk, a zenévelünk program sorozatunk. Minden évben új hangszereket is tervezek hozzá, úgyhogy már egész széles repertoárunk és hangszerparkunk is rendelkezésre áll. Milyen hangszereket tervezett az idei évre? Ezek tulajdonképpen ütőhangszerek, kis verővel lehet őket megszólaltatni, és a színek és a formák, valamint a hangsoroknak a harmóniája, összefüggései egy felfedezésre hívják a résztvevőket. Például az azonos hangok azonos színnel jelennek meg a hangszeren, vagy van olyan hangszer, ahol már eleve, hogyha sorba játsszuk a kis lapokat, már rögtön egy dallamot kapunk meg. Tehát nagyon élvezetes, és akár egy családi programnak is nagyon beillik. Ezek már meglévő hangszerek mintájára készülnek, gondolom én. Vagy ezek teljesen új hangszerek, amiket ön kitalál? Ezek új hangszerek, igen. Azért egy pár évvel ezelőtt, egy olyan 10-15 évvel ezelőtt Amerikába elkezdett ez divatba jönni, hogy kültérre terveznek hangszereket, akár egy középület bejárata mellett elhelyeznek egy hasonló instrumentumot. Ami nálunk újdonság, hogy ezek nagyon hangsúlyosan játék hangszerek, de profi minőségben szólalnak meg. Tehát ezek tulajdonképpen a hangzásukat tekintve profik,
hangszerek, de alkalmazásukat tekintve félig azért játékok. És hogyan készülnek, avasson picit be minket a részletekbe, vagy a kulisszatitkokba, ahogy mondani szokták, hogy milyennek a folyamata? Hogy először elgondolom, hogy mi lehet az új hangszernek az ötlete. Például van egy olyan, amelyik jobbról balra ugyanazt a sort is el tudja játszani, mint balról jobbra, tehát fordítva, tehát egy kicsit így megmozgatja az embereket, a gondolkodásmódjukat, a fantáziájukat. Készítek róla vázlatokat, és van egy kollégám, Vitali, Gianda Vitalinak hívják, aki ütő hangszerművész, és egyébként hangszereket is gyárt, és aztán vele együtt számítógéppel ezt megtervezzük a méreteit, pontos formáját, színeit, és így kerül aztán gyártásra. És aztán kipróbálják őket ezeken a helyszíneken. Igen, és több példányban is legyártjuk őket, úgyhogy nyaranta három különböző helyen folyamatosan lehet ezeket a hangszereket megtalálni. Mindig vannak játékmesterek a helyszínen, akik segítenek felfedezni ezeket az eszközöket, és aztán mesekoncertek is megszületnek ezeken a koncerteken, ahol egy történet keretébe foglalva tárjuk a nézők elé, a gyerekek elé ezeket a hangszereket. Ugye idén is rengeteg szabadtéri eseménnyel, koncerttel várják majd a látogatókat. Itt a budai helyszínek közül melyiket emelnék ki, melyek lesznek a legfontosabb koncerthelyszínek? Gondolom a legemblematikusabb pontjai a városnak. Igen. Amikor 2015-ben elkezdtük ezt a sorozatot, az volt a gondolatunk, hogy az ide látogatókat és az itt élőket is egy picit kalauzoljuk a városban, hiszen rengeteg gyönyörű történelmi pontja van ennek a városnak, és ezekhez mindig kulturális emlékek is fűződnek, úgy, mint a Nemzeti Múzeum oszlopcsarnok, ahol a magyar romantika műveit adjuk elő, vagy a Margit-szigeti zenélők út, ahol egy polgári, a 1910-es évek, 20-as éveknek a polgári hangulatát varázsoljuk egy vonós négyessel oda. Tehát megpróbálnak a hely szelleméhez is igazodni. Igen, a múltjához, jelenéhez is. De ugyanakkor olyan helyszíneket is találunk, amit talán az itt élők se ismernek annyira, mint például a megújult Orci Park, amik egy gyönyörű környezet már egy pár éve, és ide is elkalauzoljuk azokat, akik egyébként vagy Budán élnek, vagy vidékről látogatnak hétvégére, vagy külföldről érkeznek ide, és hát csodákra tényleg lelhetnek ezeken az alkalmakon. De hát azért kiemelnék egy-két helyszínt. A budai helyszín mindenképpen a Hegyvidéki Kulturális Szalon, ahol tudjuk, hogy egy pár évvel ezelőtt felépült az új szalon épülete. Modern építészetileg egy rendkívül érdekes épület jött létre, és az egész teret, az egész kerületnek azt a hangulatát megteremtette, ami hát nagyon fontos egy olyan mai világban, ahol közösségeket próbálunk megformálni. Ezek a koncertek is nyáron olyan népszerűségre tettek szert, hogy az egész tér szinte már bekapcsolódik ezekbe az eseményekbe, és együtt ünnepeljük a zene csodálatos világát. És milyen dallamok, muzsikák csendülnek majd fel a Kulturális Szalonnál? Egy pár évvel ezelőtt, amikor elkezdődött a sorozat, akkor kizárólag swing, jazz sorozatot terveztünk ide. Idén arra gondoltam, hogy egy picit színesítjük a műsort, és minden koncert egy picit más stílust, más hangulatot varázsol ide. Lesz itt népzene, lesz jazz, lesz harangjáték, lesz vonós négyes, lesz szaxofonművész. Tehát szerintem az összekötő szál ebben a sorozatban a koncerteknek a nagyon magas színvonala lesz. És ugye a másik fontos budai helyszín a Millenáris Park, ahol egy összművészeti eseményen várják majd a látogatókat. Mi lesz ez pontosan? Igen. Összművészeti performance-t is szoktunk évről évre tervezni. Volt olyan esemény, amikor két festőművész improvizált két gitárossal. A várban, hogy a várban, a galéria bejárata előtt, hogy csatlakozzunk a tematikával az épülethez. Idén egy nagyon nagy magyar zeneműnek, a Fából faragott király, Bartók Fából faragott királyfinak a kamara változatát készítettük el.
hangszereltem a művet három hangszerre, hegedűre, szaxofonra és zongorára. Három táncművész és két bábművész közreműködésével mutatjuk be a Millenáris Parkban, a Várkert Bazárban, a Lóvasút rendezvényközpontban, hogy a 12. kerületnél maradjunk. Tehát és ezeken a helyszíneken több alkalommal is megtekinthető ez az előadás. Akkor ez nem csak egy egyszeri alkalom lesz, amire összesen 6 előadást tervezünk, hanem többször is látható, hallható lesz. A Margit szigeten is gondolom, hogy idén is fellépnek majd. Mivel? Igen, folytatódik a Vonos 4-es sorozatunk. Hát ez tulajdonképpen a polgári életnek a klasszikus vonalata, tehát Mozart, Rossini, olyan művei, amik eleve már szórakoztatási jelleggel vagy szándékkal íródtak annak idején is. Hiszen Mozartról is tudjuk, hogy írt divertimentókat, olyan zenéket, amik kifejezetten kikapcsolódásra és gondtalan szórakozásra hívják az érdeklődőket. És ugye Pesti oldalon is számos koncert lesz. Melyek lennének azok, amelyeket kiemelne ezek közül? Mindenképpen kiemelném ugye az Orci Parkot, amiről beszéltünk. Itt a közösségi hangszereink lesznek péntek délutánonként. A Szép Művészeti Múzeumnak az oszlopcsarnokát, a Nemzeti Múzeumnak az oszlopcsarnokát. Ezek a legfontosabb budapesti, illetve pesti oldalon a helyszíneink. És hát Budán, amint említettem, a Hegyvidéken szombatonként a közösségi hangszer, csütörtökönként az esti koncertsorozatunk lesz, a Lóvasút rendezvényközpont, a Várkertnek a több pontja, az új Csikós udvar, ami most készült el idén, és egy gyönyörű helyszín. Nagyon sokan még nem látták ezt az udvart, meg a lovardát, hát ide kalauzoljuk el huszár részfúvósainkkal az érdeklődőket vasárnaponként. És hát tulajdonképpen összesen 15 helyszínünk lesz a nyár folyamán. Július 1-től egészen augusztus 14-ig várjuk az érdeklődőket. Ez tehát nagy vonalakban ugye a műsor. A zenészek számára gondolom ez egy jutalomjáték, amikor felléphetnek szabadtéren, de ez egy kihívás is, hogy ugye nem a hagyományos keretek között kell előadniuk egy-egy darabot? Mindenképpen. És hát tulajdonképpen az is nagyon érdekes, hogy a koncertek közbe vagy utána hát meg lehet őket szólítani a közönségnek, és akár egy rögtönzött hangszer bemutatót vagy információkat tudhatnak meg a műsorról, a művészeknek a felkészüléséről, és minden olyan dologról, ami érdekelheti a nagy érdeműt. Hogyan lehet egyébként készülni egy szabadtéri koncertre, ami kvázi spontán, vagy legalábbis a járókelők számára spontán lehet, hogyha véletlenül találkoznak vele. Szóval hogyan lehet felkészülni ezekre a kis mini koncertekre? Mindenképpen rövid kis darabokat játszunk, 3-4 perces tételeket, hogy minél színesebb legyen a műsor, tehát ezek a koncertek pici részekből állnak össze, és minden 3-4-5 percben egy új világot szeretnénk bemutatni. És hát megpróbáljuk kihasználni a helyszínek adottságait akusztikailag is, például az oszlopcsarnokok nagyon jó akusztikával rendelkeznek. A Margit szigeten hangosítást használunk, mindig próbáljuk egy nyitott koncertteremmé varázsolni a környezetet. Ugye a Zenélő Budapest azon rendezvénysorozatok közé tartozik, amely nem maradt el egyik évben sem, hiszen ugye volt Covid, de éppen mindig arra a periódusra esett a járvány hullámnak a lefelé tartó görbéje, amikor a Zenélő Budapest lenni szokott ugye nyári hónapokban. Igen. És egy folytonosság megfigyelhető. Mennyiben változott egyébként a közönség? Változott-e egyáltalán, hogyha a Covid előtti időszakot nézzük? Még nagyobb igény mutatkozik-e a hasonló eseményekre? Mik a tapasztalataik ezzel kapcsolatban? Igen, azt érezzük, hogy a szabadtéri rendezvényeknek most már nagyobb a keresettsége. Nagyon érdekes volt az elmúlt pár év, ugye sok nehézségek árán lehetett
a kulturális életet tovább vinni, és, de hát szerencsére ugye mi nyáron játszunk. A legnehezebb évben filmet is készítettünk, tehát mindenképpen akkor terveztem először a hangszereket, megpróbáltunk egy hosszú távú olyan befektetést tervezni, amely eszközöket később is fogjuk tudni használni, amely filmet később is meg tudjuk nézni. De emellett azért szerencsére tudtunk szabadtéri koncerteket is létrehozni. Ugye az időjárásnak nagyon kitett eseménysorozatról beszélünk. Mi történik, hogyha éppen elered az eső, és nagy vihar kerekedik, akkor bepotolják ezeket az alkalmakat, vagy sem? Hogyan lehet ezt áthidalni ilyenkor? Igen, egyrészt vagy bepotoljuk az eseményeket, de olyan is volt, hogy a közönség nem távozott, elővették az esernyőjüket, már készültek rá, hogy lehet, hogy esni fog az eső, és mi bizony végigjátszottuk a műsort, és a végén szinte szakadó esőben is még tapsoltak nekünk. Úgyhogy hát nagyon izgalmas események tudnak így létrejönni. Ilyenkor még formálódik a repertoár, vagy most már minden teljesen készen van helyszínek, időpontok tekintetében? A műsor természetesen már, mivel hogy július 1-én indulunk, már készen van, sőt, korábbi Early Bird koncertjeink is vannak. Mindenképpen elmondom, hogy 30-án például itt a Hegyvidéki Kulturális Szalon előtt lesz egy harangjáték koncertünk csütörtök este. De a nyár folyamán újabb átiratok is készülnek, egy picit életben tartjuk tovább a készülődést, a próbákat, és hogyha valaki többször visszatér ugyanarra a helyszínre, mindig találkozik új darabokkal is. És a zenélőbudapest.hu-n gondolom minden fontos információ megtalálható. Feltétlenül, igen. Köszönöm szépen, hogy itt járt nálunk. Nagyon köszönöm a meghívást. Friss Kultúrponttal minden szerda este 8 órakor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!